Oké. Okay. Bent vagy a játékban? Igen, itt vagyok minden. Ki van nyitva az ablak? Első ladarra rakatintottam. Nagyon-nagyon király. Akkor én is így teszek. A csoportban nyomják a fő. Azaz, fölvesz. Na, akinek még nem lenne világos, azért veszik fel ezt a videót, hogy a mai nappal kapható új gifteknek a dobozairól beszélgessünk. 3 coint kapunk, és ha mit tudom én, legalább 2 tucat ládából lehet választani. Sokan nem beszélnek angolul, vagy nem olvasnak angolul, úgyhogy nézzük meg, hogy miben mi van. Nem fogunk sokkal közelebb kerülni a dologhoz, mert azért a legtöbb nem pontos leírás, vagy nem ismerünk mindent, de legalább menjünk végig. Azt mondja, az első doboz az a Limited Edition Skybound Housewarming Gift. Ez nagyon menő, az első mondat leírja, hogy lehet egy random ilyen elfogyasztható terméket, mit tudom én, italok, potionok, kaják, aztán komponensek különböző tárgyakhoz, regrédgemek, és a chance a Feathered Hawk Gliderre, vagy egy Superior Red Regrade Charmra. Na most a Feathered Hawk Glider szerintem egy fehér vagy rózsaszín tollas glider, túl sokat nem lehet tudni róla. A Superior Red Regrade Charm az ugye, ha jól tudom, arra kell, hogy kisebb eséllyel törjenek be a dolgok, amikor fejlesztünk, jól tudom én ezt? Amikor regrédelünk. Ezzel most Azt én sem vagyok tisztában. valami ilyesmi, de azt már Azé van, tudják. azé van, azé van. Az már nem, nem. Azt már tudják a nagyok. Jól van akkor. Azt mondja, a következőben az első mondat ugyanez. Csomó egyszer használatos dolgot, komponens lehet szerezni. És van esély Seal Point Saberfangre. Tehát ez valami tigris féle hátas. Vagy Superior Regrade Charmra. A harmadik doboz. Természetesen az első mondat, vagy a mondat eleje ugyanez, aztán ilyen havasi kicu hátast lehet szerezni belőle. Ez a kicu, ez a marha nagy róka, állítólag über gyors, de nem nagyon ismerek olyat, aki itt közelről, akinek van, nem nagyon beszélgettünk róla. A Superior Red Regrade Charm az itt is esélyes. Azt el akarom mondani még egyszer, hogy ezekre csak esély van, hogy dobja, úgyhogy nem biztos, hogyha valami kiválasztunk, akkor meg is van. Azt mondja, a negyedik a Bloodbound Housewarming Gift. Az a Bloodclaw Ursun, ami szerintem egy medveállatas, vagyis még csak egy Superior Red Regrade Charmra ad esélyt. Arkham Supply Crate. Hát tulajdonképpen ez ugyanaz, semmi különleges nem tud dobni, csak a Superior Red Regrade Charmot, meg természetesen a Arkeumot szarásig. Ott még Az ír a... valami károdést. Hoppá, és tényleg a Red Regrade Charm nem az utolsó, ez átvert. A Karoddash, az menő, az a répa, a nyuszi hátas. Az tud király lenni. Azt mondja, mi a következő? Ezért versenyzebrát lehet kapni. Azaz, hogy ebben versenyzebrát lehet találni a fent említettek fölött. Aztán a következő Flashy Racing Kit. Superior Red Regrade Charm. Grabbed Flashy Steam Racer Leathers. Vagy az Crisp Military Cap. Vannak ezek a versenyző szettek, az a baj velük szerintem, hogy kurva sok helyet foglalnak, nem tudod kosztümként használni a dolgot, mert hogy külön van kezes, meg lábas, meg sisak, meg mit tudom én, de nagyon menő néz ki. Ilyen régi bőr versenycuccok, versenysávokkal, meg minden. Csak hát mondom, rengeteg helyet foglalnak. Aztán Mirror Shine Racing, itt ugyanez, csak másik típusú a Steam Racer a bőröket tud adni más színezéssel, és a Classic Racing Kit is tökéletesen ugyanez, csak megint egy másik jellegű színezést tud adni a versenycuccnak. Nézzük ezt a Winter Maiden's Giftet, ez mire jó nekünk.
Poinsettia Winter Maiden Festival Costume. Jó. Aki emlékszik, hogy néz ki a Winter Maiden Festival Costume, az most fogja tudni, hogy olyat lehet kapni. Ja, valószínű. Láttuk már mint itt. Aja, valószínű ez a télenyós, nem? Nem, öltönyös volt a costume. Nem, mert hiáren itt van. Én nem szeretem egyet a kosztümöket. Snowcone Snowman Statue, jó, tehát hóember szobor. És Frosty Snowman Statue, mármint hogy vagy Frosty Snowman Statue, ezeket is dobhatja. Ki vagyunk vele segítve így márciusban. Rudolf Arkham Supply Cake. Ez már menő. Mert hogy egy fekete vagy egy fehér rénszarvas lehet vele nyerni, és aki Nikot már látta rénszarvas háton, az tudja, hogy legalább kétszer, ha nem két és félszer, akkor az a rénszarvas, mint a sima elkek. Nagyon-nagyon jól néz ki. Azt mondja, Friendly Flyer Treasure Chest. Ennek az ikonjának a tetején át van dobva egy lajhár. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz a lajháros. Aha! Tudod, milyen glider company, nem? Szóval lajhárt esetleg dobhat. Meg a szokásos apróságokat, meg Redrig Great Charmot, Superiort. Urza Manzers Archeum Supply Crate. Azt mondja, mit tud adni a Redrig Great Charmot? Kívül Mirage Bjornt. Az medve hátas? Vagy medve betölpet? Vajon a Mirage Bjorn? Szerintem az a betölpet lesz. Előfordulhat. Mert ott is van rajta a ladon adobva a medve. Ott van rajta egy medve, igen. Csak azt nem tudom, hogy hátas vagy betölpet. De akkor lehet betölpet, jaj. Ezt már mire a videó végéig kiderítsük. Valaki neten rákeres. Valaki hátra rákeres nekem. Nem is tudom. Gabi, keménynek érzed magad a feladatra? Igen. De krákenelző te. Azt mondja, hogy Mirage Bjorne, Mirage Bjorne, ez a feladat. Azt írja rá, hogy medve ritka. Leidéz egy medvét, ami gyorsabb, mint az átlagos medve. Csillanokat tud, hogy kerjendben, ez hátas. Ez a hón alá kapós. De nem macit. Jeges medve, hanem ilyen vöröses. Igen. Ez már megvan olvadva. Jó. Megvan olvadva. Azt mondja, következő Service Staff's Gift Box. Classic Service Uniform, ez szerintem az, ami a Jocinak van, a Rules Karin, az a nagyon világos kék, vagy az, hát az a nagyon, nagyon királykék. Abból az egyik fekete, a másik meg kék, a kettő. Azt akartam mondani, hogy vagy a Spotless Service Uniform, amelyik meg a fekete. Jaja. Most a szar. Akkor lesz menő, hogyha kiváltjuk a 3-3 coint, és semmi nem dob érdekeset belőle, csak ilyen. Igen. Na de hát, azt mondja, hogy a Valentine's Gift, gondolom valami szívecskésed dolg, Redrick Great Charm, vagy a glideredet Starlit Wings-é tudod változtatni, ami gondolom, hogy rózsaszín, vagy szívalakú, vagy mindkettő, vagy nagyon fluffy. Ezt inkább február 14-én tették volna be a lanyotnak Valentin napra. Szerintem ez bele volt téve tulajdonképpen, hanem ugye most így visszamenőleg meg lehet szerezni azokat, amik már működtek ezekkel a coinokkal. Azért van benne ugye a karácsonyi cucc is. Igen. De ja, szóval lányok, aki lecsúszott a Valentin napról, és úgy érzi, hogy a Trion lehetne az ő Valentinját, most vásárolhat be egy Glider Customization tőlük. Állam. Ajándékba. Igen, igen, állam. Azt mondja, hogy ez már érdekes. Aquatic Arkham Supply Crate. Ebbe lesz a Delfin, fogadjunk. Igen, mert ott van rajta a Delfin a dobozon. Ó, ráadásul tényleg. Superior Red Regret Charm szokásosan, és egy Cyan Fin, Cyan úszó, az a neve, Cyan úszó. Mármint, hogy... Cyan Fin. Ja. Ja, ja. Az menő. Annak is lehet értelme. A kurva anyára valaki bemotott két ágyú. Az meg... Gratulálni neki. Csak gratulálni tudok, felvétel van. Igen. Jó, nem baj. Ez így a videóban most nagyon jó fog hangzani, nem baj? A napi... Igen,
láttak meteort. Az izgalmas. Oké, leszett az agrót, gondolom. Na, Eastern Legacy Chest. Ez is nagyon menő, mert azok a nagyon ronda zsákgatyák vannak benne szerintem, mármint ez a zsákruhás tudsz. Ami egyébként nagyon király. Superior Redregrade Charm, Ebon Glim Dynasty Robe, szóval valamelyik nagyon keleti köpenyes tudsz. Icefall Dynasty Robe, Harvest Moon Hat, Vero Throne. Trónt lehet kapni. Hát a házba kell volt. Vero Weapon Images. Azok meg ilyen kurva jó fegyver image-ek, amit ki lehet cserélni a fegyveren, és akkor úgy fog kinézni. Tök mindegy, milyen fegyverre rakod. Nem a bugyoskatyás, hanem a másik a kalapos próg. Akkor ebből én most veszek egyet. Lekraktoltam. Meg is nézem gyorsan, hát adott valamit. Jaj, nem fogom tudni, mert még most kevés helyen van, jól van, akkor nézzük tovább. Na, itt elveszítem azért a fogalmat. Jó van, semmi gond. Majd a videóban folytat, elkapod. Tehát persze. Ez a rób, amelyik tudod, amikor kék is van bent, meg ez a szám, ez a hagyom, nem a budgyosgatják, hanem a másik, ami ilyen. Nem, nem tudom. Úgy néz ki, mint Raiden a, hogy hívják, a Mortal Kombat. Igen, a Raiden. Raidenes, az nagyon menő. Na, én adtam egy esélyt a dolognak, úgyhogy már csak két coin tudok elkölteni. Menjünk is tovább. Celestial Arkham Supply Crate. Hát ebből... Mit kapunk? Superior Redregrade Charmot? Miért ne? És akár egy Celestial Pegasus is jöhet belőle. Igen, de mi valami Arkham is van ott. A Redgrade Charm előtt. Ugye ezek az Arkeumok, ezek komponensek mindenféle dologhoz. Aha. Abból sokfélét tud dobni, az jó. Ez a fehér Pegasus, azt hiszem. Ez a Celestial, jajajajajajaj, ez azt hiszem, ez nem a kék. Na, ez meg következő Yata Pirates Treasure Chest. Mi van benne? Blackjack Yata Pirate kosztüm, szóval kalóz Yata kosztümöt lehet belőle szerezni. A igazi kék Yata kosztümet lehet belőle szerezni, és vagy Superior Redigre Charmot, boldogság. Devilish Chest. A Devilish Temptation-t, vagy Superior Redigre Charmot lehet belőle kapni. Mi a vihar az a Devilish Temptation? Mi ez az ördögi csábítás? Nem tudom, de a Gabi szerintem Baltornak érzi magát a feladathoz, és mindjárt megmondja nekünk. Hát ez egy ilyen beautifully and lustfully dekadens ruha, ami egyébként fekete. Nőknél nagyon mini szoknél, nagyon mini top kis szárnya, ilyen fekete szárnya. Férfiaknál pedig ilyen, hát ilyen vámpírla, vagy hogy nem. Jaj, megvan! Igen, akkor megvan! Aha, ez a vámpíros, vörös nyakú, az ilyen karlátnyakú, fekete ruha. Ó, az menő. Hát egy olyan, mit tudom én, negyed évvel, fél évvel ezelőtt mindenki azokba flangált. Úgyhogy mindenki emós vámpír volt. Azt mondja, hogy következő Waveworm Treasure Chest. Abyssal Waver. Nem, mert még ott van a Lord Cottonize Arkham Supply Trade. Tényleg, Lord Cottonize Arkham Supply Trade. Na lássuk, ez mit csinál. Red Lord Cottonize Rabbit Mount. Ezt tud adni még egy másik típusú Newsy hátast. Vagy Arkhamot, vagy Redrigrade Charmot. Nagyon menő. Übermensch. Nem tudom, mi lehet a különbség a két Newsy között, de gondolom... Az első össze már nem Newsy. A, igen! Az az Uber csak... Oho! Hát az menő. Akkor a két nyuszi között az a különbség, hogy... Az egyikből csacsi lett. Ez a nyuszi azt hiszem, és a másik a szamár. Ez olyan, mint a szőkenő a MediaMarktban, az megvan? Igen. De ne arra, ugye meg tudja mondani a különbséget a között a két telefon között? Persze, az egyik egy MP3 lejátszó, a másik egy fényképeződék. Az volt. Jó, na jó. Hát ezt benéztem. Mondjuk szőke vagyok, úgyhogy talán belefér.
Elnézzük neked. Köszönöm szépen. Na és akkor megnézzük a Waveworm Treasure Chest-et. Kostüm van benne, Abyssal Waveworm, vagy Ivory Waveworm, és Superior Red Grey Charm. Milyen lehet a Waveworm kostüm, Gabi? Lehet, így megnézem. Semmi gond. Gabi, te leszel a Google és Arcade szakértőm kimentől. Legyen. Amint megmondod, hogy írják. A, tényleg ez kicsikét nehézkesebb. Azt mondja, hogy WAVEWYRM. És costume. És ebből is van ugye Abyssal, meg Ivory. Így van, kétféle van belőle. A színébe különbözik, és maga a kosztüm, nem tudom, hogy néz ki, mindjárt rákeresek máshol. Naha, az Ivory-nak az ugye elefánt csont, akkor gondolom, hogy ez fehér. Az Abyssal viszont, hát az bármi lehet, de gyanítom, hogy kék, vagy ilyen sötét. Ha már nem ugye téven. Vagy sárga, már az Abyssal sárga. Igen. Abyssal micsoda sárga? Abyssal kristály. Kristály. Ez ilyen az Abyssal kristály, ez lila, nem? Sisakos félszemű kosztüm. Ó, megvan. És tényleg. Tényleg, hogyha megnézed a, hogy hívják a marketplace-en, Custom-nél, akkor itt van korál színű. Kami. Mindjárt egy másodperc. Akkor látják a srácok is. Hol nézem? Mert ott igen. Marketplace, custom. Ja, csak valójárt, hogy ebből az ablakból ki kell lépnem, mert nem engedik megnyitni most. De nem engedtem megnyitni úgy az aukciós házat. Ja, aukciós ház volt mellette. Nem az kell, nem, hanem a jobb alsó sarokban a kis bevásárlókosár tudod. De onnan nem engedtem megnyitni a aukciós házat. De az nem aukciós ház. Vagy izé. De a market, aha, értem. Tehát a market. És akkor itt mire keresek rá? Mondjatok még egyszer a nevét. Csak simán oda, nem kell, ez nem, itt nem tudsz rákeresni névre. Ja, igen. Ez a marketplace és custom, custom. Igen, meg van. Na és ott az első oldalon, a jobb sorban fölülről a második, ez a korál Waveworm kosztüm. Szóval ez korál színű, és akkor lehet ebből kapni Abyssal színűt, meg a Ivory színűt, tehát valami nagyon fehérszerűt, meg gondolom kéket vagy lilát, vagy ilyesmit. Aha. Szóval ez is mennyire ez. Kapitányos nagyon. Igen. Egy ilyen értén mit nem itt adtam. A korál. Aha, jaja, ez a korál színű, és a másik két fajta, a másik két szint lehet. Igen. Azt mondja, hogy következő Treetop Art. Várja, hagyj nyissam meg, megyünk vissza. Opsa, egész nyugodtan. Igen, hol tartunk? Ott tartunk, hogy Treetop Arkeum Supply Crate. Meg van. Jaj, már kicsit hosszabb a felsorolás. Azt mondja, hogy Arkeumon természetesen Lunagem kristályokat és fragmenteket, Superior Redrigrate Charmot, és egy mókust lehet belőle, repülő mókus glidert lehet belőle szerezni. Menő. Bravo. Jó, hogy megvédte az asztal. Hát én a rókát fogom megpróbálni, eddig az az legígéretesebb. Jól van, a róka az menőnek tűnik. Azt mondja, Fun in the Sun Giftbox, ez a következő. Hát ez már a tengerparti. Igen. Cuccos nyári lesz. Versenyző úszó cuccot, vagy a strand versenyző úszó cuccot tudsz szerezni belőle. Nagyon menő. Gondolom, a nyár az mindjárt jön, úgyhogy jól fog jönni. Itt jön egy ilyen személyes kedvenc, mert ez nekem ilyen... ez dobja a Soulmare Steed-et, amire még sose értem rá, hogy konkrétan micsoda, és hogy egyáltalán akarom ez. Ettől kedvenc. De valószínűleg nem. Az még nem. Mit nézzek meg? Soulmare... pillanat. Csak így a belső szerelmet. Soulmare.
Steed, Steed. Ez egy hátas bizony. Mindezek mellett Lunarite-ot, Arkeumot és Superior Red Decay Charmot lehet szerezni az alapok mellett. Ez egy ilyen... Ez egy fehér egyszer, nem egyszer volt. De nem láthatatlan neki az alja? Hát nem tudom, itt a dobozon, csak a feje látszik a lónak, úgyhogy lehetséges. Aha, akkor hogyha emlékeztek, van ilyen szett férfi meg női ruhában. Hasonlít a férfi ruha az, ami nekem van Haukon. Csak azt hiszem fehér, és a női ruha is az ehhez járó női ruhának a másod csak fehér. És ilyen szellem alapos már, hogy a lábok már nem nagyon látszanak. Meg áttetsző a cucc. Na, ahhoz való paci. Szóval, aki szereti élőhalott, mi ez, érettségi bálos szerelmes párt alakítani, annak ez tökéletes hátas. Aztán, következő doboz. Ez is tengerész doboz. Van benne egy-két alap, nem viszik olyan túlzásban, mint a többinél. És Aurora Navy Uniform. Tehát auróriai tengerész egyenruha, vagy Rowdy Shore Lead Outfit, ami a kimenő ruhája a tengerészeknek, az se lehet szar egyébként. És eljutottunk az utolsóhoz, el se hiszem. Jó. Ez is. Azt mondja, hogy ebben alapkomponensekhez lehet hozzájutni, meg a szokásoshoz, és egy Chimera Agent kosztümhöz, ami ugye az Assassin's Creed-es kosztüm, ami Gabinak, meg Petinek van. Jaja. Szóval ezeket lehet mindet megszerezni. Tulajdonképpen menni. A csacsis fiaskon kívül nem is volt nagy bukta az egész listán. Nem, tehát szerintem nagyon jól ment. Király volt. Jó.